Száraz György könyvei már hangos könyvként is elérhetőek. A részleteket megtalálod a voice.hu oldalon. Hallgass bele mindegyikbe, és használd ki ezt a korlátlan lehetőséget. Ha érdekel a munkásságom és a spirituális programjaink, akkor látogass el a YouTube csatornámra, illetve tekintsd meg a napvallás.hu honlapomat. Te a délután Száraz Györggyel. Boldog napot, szeretettel köszöntök mindenkit, illetve téged is, Balázs. Mai te a délutánunk alkalmával. Miről beszélgessünk ma? Milyen témát hoztál? Mai napon az írás, egyiptomi írásról szeretnék kérdezni, illetve több dolgot körbejárni. Az első gondolat vagy kérdés, hogy egyik oldalon az írást azt valahogy Thothoz kötném, a másik oldalon ugye a mágia úrnője Hathorhoz is kötik az írást, illetve Ízishez is, hogy erről, ha mondanál valamit, hogy kihez köthető az egyiptomi hieroglif írás. Ugye többfajta írás is van, de hogy most első körben például a... Rendben, értem a kérdést. Oké. Onnan közelíteném meg a kérdést, hogy maga az írás az nem egy emberi találmány. Nem tudom, hogy kinek evidencia, kinek nem. De azért azt gyorsan elmondom, hogy az emberek nem szoktak csak úgy kitalálni és kifejleszteni írásokat, illetve nyelveket. Meg lehet száfolni, tehát én is ismerem, mit tudom én, Tolkient, és így tovább, de alapvetően, ha egy olyan kaliberű, olyan minőségű, metafizikai mélységgel rendelkező írásról van szó, vagy írás típusról, és itt tulajdonképpen nyelvről is egyszeres mind, mint amilyen például az ősi egyiptomi, tehát az a szent nyelv, amit beszéltek az egyiptomiak, akkor azt mondhatjuk, hogy oda nagyon komoly kozmikus, illetve isteni intelligencia szükségeltetik, illetve dukál hozzá. Ezt ugye tudjuk, mert az ősi egyiptomi írást az csak látszólag fejtették meg, pontosabban fogalmazva és nem elvitatva Jean-François Champollion, ugye 1822-es bejelentését, miszerint akkor ő adna egy ilyen interpretációt erre az egyiptomi ősi írás értelmezésére, illetve magának az egész rendszernek a felépítésére, stb. Stb. Tehát azt kell mondanom, hogy tehát megtartva az ő, és tiszteletben tartva az ő munkásságát és eredményeit, azért a szakralitást, mint olyat valahogy sikeresen, ugye, vagy kifelejtették, vagy el se jutottak tulajdonképpen a megfejtéséig. Miért beszélek szakralitásról egy nyelv esetében? Ugye ez két okkal is magyarázható. Az egyik, hogy ez az írás mód ma úgy tűnik, mintha egy holt nyelvhez tartozna, ami egyébként nem felel meg a valóságnak. Ugye azért lehetne a feltételezni, hogy holt nyelv, mert ma már senki nem beszéli. Ha nem holt nyelv, akkor úgy mondom, hogy kihalt, hogy valamilyen szinten ugye a feledés homályába merült. De nem erről van szó, ezt a nyelvet beszélték is, csak nem a nép beszélte, hanem a papi rendek, méghozzá azon belül is, nyilvánvalóan a beavatottak, mert azért a papoknál is volt egy komoly rangsor, de mindegy, és ők azok, akik ezt használhatták. Mire? Mivel az istenek nyelvéről beszélünk, és ma már nem mondom el, hogy az isteneket, meg istenségeket hogyan értelmezi az egyiptomi teológia, illetve az egyiptomi kultúra, hiszen akit ez érdekel, az inkább hallgassa vissza a korábbiakat. Viszont a hieroglifírás azért is szent, mert maga a szó ezt fejezi ki. Ugyanez egy görög szó, tehát egyiptomi nyelven nem így mondják, de maradjunk annyiban, hogy ez a szent, mint hierosz, és ebből a hiero előtag, illetve a glifa, ami tulajdonképpen egy, mondhatjuk úgy, hogy igen, egy véset, tehát hogy szent vésetet jelent így a hieroglif, vagy hieroglifa, illetve szent jeleket, az istenek jeleit, az istenek nyelvezetének, vagyis az istenekkel való kommunikációnak egy kód nyelvét jelenti. Nyilvánvalóan azért mondjuk, ha volt akkoriban egy süti árus a piacon, akkor nyilvánvalóan nem ezen a nyelven kértek tőle süteményt, de ha mondjuk meg akartak szólítani egy egyiptomi lokit, egy angyalt, vagy egy főangyalt, vagy Ízisz, vagy Hathort, vagy Thothot, akkor természetesen nagy valószínűség szerint a liturgikus szövegekben, tehát a különböző szertartási szövegekben ezt a nyelvezetet használták. Ha szimbólumot rajzoltak, akkor az a szimbólum szerepelt, ami ennek az adott hangalakhoz szervesen hozzátartozott, illetve pontosan hozzátartozott. Ha pedig ugye kiolvasták,
akkor pedig hát tudni kellett néhány fortét, hogy ezt a megfelelő módon ejtsék ki, mert természetesen itt nagyon nem mindegy az, hogy ugyanazt a szöveget ki hogyan olvassa, tulajdonképpen ki hogyan értelmezi. És akkor ezzel már is eljutottunk az egyik problematikámhoz, amely ugye nagyjából abban merül ki, hogy ma egy adott példának okáért templomrészlet, templomfal terül, tehát regisztereknek mondják ezeket, tehát ilyen kis regisztert, ha elolvas valaki, akkor vajon hogyan értelmezi? Ha csak azokat a, ami nem kis teljesítmény egyébként, de ha csak a mai egyiptológiai értelmezési módot veszi elő, akkor nyilvánvalóan csak egy résztudáshoz, egy részmegértéshez, egy rész metafizikai területhez és ismerethez jut hozzá, de nem az egészhez. Jól lehet, következtetni tud rá, de nem fogja teljes mértékben érteni. Vagy esetleg nem veszi komolyan, mert mondjuk azt hiszi, hogy ez valami, hát ez szép-szép az egyiptomi, mit tudom én, vallási érzületet, fantasztikusan jól kifejezik a különböző véseteket, hát milyen szép imákat, ugye gondoljunk egy naphimnuszra, hogy most mondjak valamit, igaz, ez nem templom falán szereplő himnusz, de a példánk szempontjából azért megfelel, vagy azért helytálló. Tehát valamilyen ősi írásmód révén fennmaradt, akár vésett, akár írott formában, és akkor ezt ugye, ha visszaadják, akkor ezzel ugye szent rezgéseket hoznak létre. Tehát ebben nem az a poén, hogy most az ember valamit titkol. Igen, ez egy titkos nyelv. Tehát mondhatjuk azt, hogy szent nyelv, pipa, rendben. Istenek nyelve, igen. Kódolt nyelv, vagy kódnyelv, tehát egyfajta, ma úgy mondanánk, hogy a szubkultúrának, de ebben az esetben inkább azt mondanám, hogy egy isteni, igen, igen, eredettel összefüggésbe hozható tulajdonképpen tanításnak a nyelve, mert ez egyúttal egy tanítás is, ha úgy vesszük, illetve, hát ugyanúgy, mint ma minden szakmának megvan a maga sok-sokféle terminus technikusa, ugye, saját szakkifejezése, definíciója egyebek, ugyanúgy ez is valamilyen szinten érthető, hogy jelenti, vagy tömöríti az egyiptomi gondolkodásnak és metafizikának is a specialitásait, vagy a specifikus kifejezéseit, mert most gondoljunk egy ku, ah, ba, shahu, stb. Kifejezésekre, amiket mondjuk ismertek a papok és napi nap használtak, de hogy a mindennapi életben erre egy átlag polgárnak, ha polgárnak nevezzük, egy parasztnak, nem volt szüksége, az biztos. Vagy legalábbis nagyon ritkán. Jó. Tehát akkor ezért egy kódnyelv is, illetve egy szaknyelv is, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy ezzel valóban invokálni lehetett az istenségeket. Tehát amikor ezeket kiejtették, és helyesen ejtették ki, mert ez nagyon fontos, beszéltünk már Amonról, Amun, Ammon, Imen és hasonló, ugyanez az istenség, különböző módokon kiejtve, és természetesen akkor mást is, más árnyalatokkal bővül a jelentése, na ugyanezt kell elképzelni. Gyakorlatilag a szent vésetek kapcsán is, amikor értelmezi valaki, próbálja megfejteni, vagy, de itt nagyon számít a kontextus, mint mindig, nem lehet kiragadni, illetve itt jön be az, hogyha már Ízis-t említetted, hát Ízis neve Egyiptomban teljesen ismeretlen. Hator neve Egyiptomban nagyon sokáig teljesen ismeretlen volt. Ha ma időutazást tennénk, és a Nílus partján kérdezünk valakit, hogy ismeri-e mondjuk Totot, akkor nagyon nagyokra dülednének a szemei, vagy kigúvadnának a szemei, mert nem ismerik Totot. Felismernék a piaci részt, hogy megmutatja, hogy arra menjen. Szóval én azt mondom, hogy itt azért tisztában kell lenni azzal, hogy Ízis neve Iszet, vagy Aszet, mind a kettő elfogadható és helyes. Tot neve alapvetően mondjuk a Jehuti. Kit mondtam? Hator neve Huthor. És a Totnál például Tutot, ezt alkalmazták, vagy ezt sem? Alkalmazták a Tutot, de azért a Tut meg a Tot az annyira eltér. Most én értem, hogy ez a görögös elnevezés, vagy ez a görögös csengésű Tot, de még egyszerűbben Tot görögösen Hermész, szóval így is lehetne viccelni, de nem egy egyiptomi füle számára nem hasonlós. Hát igen, meg azért ne felejtsük el, hogy nagyon sok fáraó, mindegy fáraó, vagy magasrangú hivatalnok, vagy valamilyen komolyabb
személy, történelmi személyiség azért felvette általában a nevei közé, például Dzsautimenész, vagy most mondhattam volna, nem tudom, hogy Tutmózist lehet ismerni, vagy Tutanhamont, igen, lehet ismerni, már úgy lehet, hogy viszonylag sokan ismerik. Aztán jókat vitatkoznak ezeken, de hát nyilvánvalóan az ő nevük sokkal hosszabb volt, tehát azért egy királyi, mármint egy fáraói titulatúrát megnézzünk, akkor egy minimum 5 részből álló, igen, komoly névvel találjuk magunkat szembe, és ezeket nem kell ismerni, tehát csak tudjuk róla, hogy van, igen, ami abban a kis névjegykártyában van, azt azért illik helyesen kiejteni, meg nagyon jó, hogyha valaki esetleg így szájhagyomány útján, vagy akár médiumi úton, vagy akár előző életeire való visszaemlékezése útján tudja pontosan, vagy inkább úgy mondom, hogy ismeri a pontos kiejtésüket, és tudja megfelelő időben és helyen ezeket használni. Na most a tudományok, illetve az írás feltalálása, mert hát ugye itt invencióról van a szó, tehát ilyen találmányokról, hát szóval ez nem mondjuk úgy, hogy ráérős pillanataikban a, nem is tudom, a Nílus partján szenet, vagy bármilyen játékot játszva jöttek erre rá, hanem, mint említettem, az istenségektől kapták, az istenségek tanították meg nekik, és nyilvánvaló, hogy több istenséget is meg lehet nevezni, én azt gondolom legitim módon, és helyes, minden szempontból helyes az, hogyha nem sajátítunk ki egy-egy tudás anyagot, mondjuk csak egy istenségnek. Fordítva is igaz, fordítva is áll a dolog, történetesen, ha viszont egy adott életterület, vagy egy adott tudományág, vagy művészet, vagy filozófia, vagy tanítás, vagy erő, energetikai ugye, szegmens, speciálisan hozzátartozik egy istenséghez, akkor nem szabad tőle elvitatni. Tehát ez is ott van azért. Ez azért mondom, mert a tisztelet az mindig kijár, ez a mai korban kiveszett, tehát gyakorlatilag ez teljesen, tehát ma pont hallgattam éjszaka egy ilyen YouTube-os vitát, ami tulajdonképpen a Isten létének a, hát mondjuk így, hogy Isten léte melletti érvelést és ellenérvelést tartalmazta, és engem nem is maga a vita az, ami foglalkoztatott, hanem az a stílus, amivel az emberek tulajdonképpen abszolút nem tudják tisztelni azt a vitapartnerükben, vagy a vitapartnerük álláspontjában, vagy sokszor személyeskedésbe átcsapva magában az alanyban, akivel vitatkoznak, hogy ő mit képvisel, vagy ő miben hisz, vagy ő milyen gondolati rendszeren belül értelmezi a világot. Na most a hieroglifikus írás az meg pont arról szól, hogy akinek ezt megtanították, az már végtelenül toleráns kellett, hogy legyen, végtelenül hotep, ugye? Hogy újabb és újabb szavakat vonjak be ide, tehát egy rendkívül békés, nyugodt állapotba kellett, hogy kerüljön, mondhatnám, hogy az önuralom állapotában, mert hogy ezeket a bizonyos hangokat, mármint a hieroglifikus írás kiejtéséről van szó, ezt minimum módosult tudatállapotban ejthették csak ki, és volt értelme egyáltalán használni, hiszen szent nyelvről volt szó, tehát a szent időt figyelembe kellett venni, a szent helyet, illetve magának a szertartásnak is a szent szövegét, és akkor még a magának a kinyilvánítónak, vagy a felolvasónak, mondjuk a felolvasó pap az egy óriási rang volt például Egyiptomban, nagyon magas rang volt, az egyik legmagasabb a papok közül, hiszen ő megszólalhatott az istenek nyelvén, illetve tovább megyek, ő megszólíthatta az istenségeket, és ezért ez egy komoly, szerintem ennyiből érzékelhető, hogy ez egy komoly rang volt. És ennek természetesen spirituális háttere is ott volt, illetve magyarázható még egyéb leszármazási, illetve spirituális kapcsolatokkal az adott istenségek vonatkozásában. Tot, azaz Dzsehuti, azaz Hermész, vagy bárkinek is hívjuk, mert vannak más nevek is, csak ezeket én soha nem szeretem mondani, mert nem kívánok ezzel semmit sem bonyolítani. Ő volt az, aki ezt a bizonyos nyelvezetet a beavatottainak, illetve mindenkinek általuk beavatottai közvetítésével, Tot papjainak a révén átadta. Ez igaz, tehát én is ezt a történetet így ismerem, ezért mondom rá, hogy igaz. De mivel Tot, vagy az a lelkület, akiből ő való, nem volt mindig jelen a Földön, nem képviseltette magát. Ezért az ő vagy testvérlelkei, vagy leányai, vagy különböző egyéb hasonlatokat tudna megvilágítani, hogy kik
Tehát végeredményben az ő delegáltjai, követei ezt, vagy az ő társai, mert sok esetben társakról is beszélhetünk, akár hitvesekről is, ha ezt nem értjük félre, és nem akarjuk feltétlenül emberi férfeleségként értelmezni, mert abból aztán csak ugye incesztus, illetve vérfertőzési dolgok jönnek. Inkább úgy mondanám, hogy vagy istenség, vagy Isten küldöttek, vagy hírnökök, vagy ma úgy mondanánk, hogy proféták, vagy tanítványok, de maradjunk abban, hogy kollégák, mert ugye volt, amikor az istenségek egymásnak is átadták a stafétát. Tehát nagyon sokféle volt Egyiptomban az isteni panteon, és Tot, illetve ugye Hator között, akik már eredeti forrásból merítenek, azoknak illik tudni, hogy amikor Tot eltávozott, akkor ugye átruházta jelentős tudásának és hatalmának egy részét, jelentős részét Hator, Uthor istennőnek, istennőre, és távollétében Hator volt igazából itt ezáltal az írásnak is többek között, és a mágiának is az úrnője. Ez is számít, illetve hát Iszet szintén joggal vetődhet fel, de ha nem ismerjük azt, hogy Tot lelkülete és Ízisz lelkülete között egy mély metafizikai kapocs van, ami mondom, talán beillik a félfeleségnek ma itt a Földön, akkor megint nem értjük, hogy most mit keres az írás adott esetben Iszet istennőnél. Hát úgy kell ezt akkor érteni, vagy úgy is lehet érteni, hogy gyakorlatilag az a közös terveik, mint egy megvalósításaképpen hát ők is használták, ezek az istennők is használták, illetve alkalmazták ennek a hieroglifikus írással jelölt nyelvnek, szent nyelvnek a különböző előnyeit. Ugyanis amikor én arról beszélek, hogy szent nyelv, akkor egyúttal olyan dolgokat is értek alatta, mint például, hogy más földön kívüli fajok, tehát azok is, akikről én most itt nem tettem ma még említést, ezt értik. Tehát az a különbség mondjuk egy földi nyelv és egy ilyen galaktikus vagy intergalaktikus nyelv között, és ezt most nehogy valaki elkezdje majd itt félre magyarázni. Igen, csak az a különbség, hogy itt most én nem arra célzok, hogy nagyon sok bolygórendszernek vagy csillagrendszernek lehetnek olyan intelligens lényei, akik különböző nyelveket beszélnek, és van a galaxisban egy közös nyelv, hanem arra célzok, hogy egy bizonyos tudatszintet elért bármely lény az univerzumban, akik tehát közelebb kerültek az isteni forrásukhoz, azok megismerhetnek olyan közös nyelveket, mondok mindegy másikat is, és akkor lehet majd kapcsolni, amely alapján egészen biztosan a leglényegesebb dolgokban ki fognak tudni egyezni, vagy igazodni egymással, vagyis tudnak kommunikálni ezen a nyelven. Például az ős-egyiptomi nyelv egy ilyen nyelv, amin keresztül rengeteg, mondjuk azt, hogy a galaxisnak a távolabbi felén élő kultúrával is meg lehetett értetni magukat a papoknak. Ez miért volt fontos? Mert részben ők tettek olyan asztrális utazásokat, részben pedig ide is látogattak akár asztrális, szellemi szinteken, keresztül nagy lelkek, vagy adott esetben sok földön kívüli is érkezett ide, és szükség volt egy ilyen nyelvre. És ez egy konkrét dolog, ez egy konkrét való, ez nem csak egy elképzelés, ez nem csak egy koncepció, nem csak egy kitaláció, hanem ilyen ténylegesen működött is. A másik nyelvezet, amit nagyon sokan nem gondolnának, de én is említem a könyvben Totot idézve egyébként, hogy a galaktikus nyelvezet, amin keresztül mindenki meg tudja értetni magát, az a matematika. Vagyis a szent geometriának az a része, ami egy magasabb rendű matematikát ötvöz, illetve tartalmaz, vagy foglal magában. Ezen keresztül ugyanis, és itt jönnek be a gabonakörök, és itt jönnek be egyébként egyéb vonatkozású, ilyen szakrális építészettel kapcsolatos csodák. Ugyanis, ha erre rápillant valaki, akkor pontosan tudhatja, nyilván, ha értője tud olyannak az adott stúdiumnak, vagy disziplinának, vagy misztériumnak, hogy mit fejez ki, és hol tart az adott faj, vagy az alkotó, aki ezt létrehozta. Az emberiség ma még nem tart itt. Mi még nem fejtettük meg, úgy tudom, hivatalosan, legalábbis, a gabonakörötnek a rejtélyét, nem a keletkezését, hanem, hogy mit
is tartalmaz. Hanem, hogy milyen magasabb rendű matematikát tartalmaz, nyilván az istenségek ezt is megosztották. Tehát mind a matek, ezt azért mondom így, mert sokan ugye vagy azt mondják, hogy ez túl reál, matek, fizika, vagy éppenséggel túl humán beállítottság, írás, irodalom, liturgikus szövegek, filozófia, tehát hogy ezt a kettőt nagyon távolinak érzik, pedig ez nem távoli, ez egymást komplementen módon kiegészítő, mágikus értelmezési mód és közvetítő eszköz. Nem mondok most akkor többet, mert nem, csak elmondtam nagyjából a véleményemet, ez jutott most így hirtelen róla eszembe, és akkor igen, ennek tulajdonképpen a régmúltban még megvolt a maga teljessége, itt ugye azért hát kb. 700 jelről beszélünk, és ezeknek egyébként mivel több jelentésűek eléggé mély tartalmai vannak, és azt is érdemes tudni róla, róluk, hogy ezek a jelek olyat tudnak, amit mondjuk egy átlag betű, amit mi használunk például manapság, nem. Például energiákat tudnak közvetíteni. Tehát amit mi kiejtünk, hogy tut, vagy kiejtünk, és azt mondjuk, hogy hator, ezek már olyan rezgéseket hoznak létre, amikre azért az univerzum reagál. Mondok egy egyszerű esetet. Jó, hogy ezt lehet például kamatoztatni, vagy lehetne kamatoztatni. Például, hogyha azt a mondatot, vagy azt a, bocsánat, szótagot, hogy tut, sokszor egymás után kiejtjük. Akkor tulajdonképpen mantrázunk. Ugyanez igaz az Isten nevekre. Tehát ha alkalmazhatjuk ezeket úgy is, hogy a saját lényünkre, saját energiamezőnkre gyakorolunk velük hatásokat. Ezt mi is megtesszük a napvallásban, nem titok. Tut mantra, inpu, ő Anubis egyébként, inpu, csak ugye ős egyiptomi nyelven azért másképpen nevezték, impunak is a neve egy mantraként használható. És most nem sorolom fel a többit, el lehet képzelni, nyilván ezeknek megvan a maga kinyilatkoztatások által közölt hatása, tehát azért mondom így, hogy ezt nem kitaláljuk, meg ezt nem konkrétan ezt nem leolvassuk valahonnan, vagy kiolvassuk valahonnan, vagy uram bocsánat, kitaláljuk, hanem ezeknek megvan a maguk ősi spirituális tradíciója, és akkor, ha ezekhez valaki hozzáfér az istenségek jó voltából, akkor bizonyos dolgokat már fog tudni. Mindent nem, mert nyilván a mai emberi tudatszint az nem feltétlenül indokolja azt, hogy vagy nem feltétlenül befogadó erre, mert nem is biztos, hogy tartunk már azon a szinten, hogy szabad tudatosság tekintetében, hogy ránk lehessen bízni ilyen fantasztikus titkokat, de azért azt bevallhatjuk, illetve azt minden további nélkül ki lehet jelenteni, hogy nagyon sok ősi egyiptomi szertartásnak van egy olyan része, amit hallhatóan is kinyilatkoztatunk, kiejtünk, és itt bizony nem csak a magyar nyelvet, hanem azokat az ősi szent hangsorokat is alkalmazzuk, mert ezek inkább hangok. Tehát mi nem feltétlenül jelről, meg betűről, meg képről beszélünk, noha azok, hanem itt ugye a rezgésekre kell mindenképpen gondolni, elsődlegesen, és hát par excellence, vagyis kivált kép, pedig arra, hogy ezzel milyen hatásokat váltunk ki a több kiterjedési univerzumból. És hogyha ezt a megfelelő avatottsági szinten ejti ki valaki, akkor sokkal nagyobb hatásokat tud kiváltani, hiszen pont, hogy a mágia arról szól, értve ez alatt az egész életet, tehát mágia egyenlő élet, és ha rosszul mondtam volna, mert esetleg hadarok, akkor még egyszer elmondom, hogy mágia, tehát ível, mágia egyenlő élettel, illetve az élet tudományával, vagyis a mindenséggel. Ezek nagyon fontos alapfogalmak, és hogyha ezt mi így használjuk, akkor valahol érthető is az, hogy mi beviszünk egy hatást, és ezzel egy spirituális influenciára számítunk, mint ahogy mondtam, volt, nagyon a számítógépen klaviatúráján mondjuk a C betűt, és akkor számítok arra, hogy a monitoron megjelenik az a C betű, vagy valami hatást kiváltok vele, ami ahhoz a betűhöz, vagy esetleg betű kombinációhoz tartozik. Igen, hát abban az esetben, hogyha Ctrl-C, akkor igen, akkor kimásolja, de ez csak egy kiragadott példa, és tehát így működik ez a nyelvezet. Ha valaki most meg akarja tanulni, tanulja, jöjjön utána, én úgy tudom, hogy ilyet nem oktatnak sehol. Ahhoz be kell kerülni egy ezoterikus iskolába, vagy egy misztérium iskolába, ahova a kiválasztás nem feltétlenül úgy történik, hogy kívülről valaki bekopogtat, hogy jó napot kívánok, vagy boldog napot szeretnék csatlakozni, de adott esetben akár még így is megtörténhetne, viszont ilyen oktatás azért nem folyhat jelen pillanatban
mondjuk a felnőttképzési törvénynek megfelelően, és bejelentéskötelessel, igen, mert az a helyzet, hogy itt az angyali, illetve isteni lényeket nem lehet ilyen bejelentési kötelezettségre, hogy mondjam, kötelezni. Igen, igen. Úgyhogy azért mondom, hogy az ég, az égiek el fogják azt intézni, hogy akinek tudnia kell, az tudjon róla, és nyilvánvalóan én sem úgy születtem, hogy ezeknek egy részét ismertem volna, én is ezeket nyilván többet magammal kaptam, illetve alkalmazom, és folyamatosan tanulom, és egyáltalán nem vagyok a végén. Viszont annyit tudhat csak valaki, ez még azért hozzátartozik, amennyit a feladatának az elvégzéséhez múlhatatlanul tudnia szükséges. Ha ettől többet akar, az már egyéb kategóriába tartozik, az már más feltételekhez kötött, és általában ez nem kívánságműsor, úgyhogy nem lehet annyit tudni róluk, de alkalmazni igen lehet, helyesen kiejtve pedig tökéletesen működik, mert ez egy idő feletti síkról, tehát nem a szokványos időtér dimenziókból, hanem egy örök létből áramlik felénk, illetve az örök léttel összefüggő rendszereket, tudatmezőket mozgósítja, és ez a mozgósított energia lényegében belép a mi világunk valamelyikébe, és kifejti azt a hatást, amire éppen ő hivatott. Te a délutáni beszélgetéseinket hamarosan folytatjuk. Munkásságomról bővebben a Te a délután leírásában olvashatsz.